Sziasztok! Üdvözlök mindenkit ebben a rövid videóban. A mai címben, mint ahogy lehet látni ezen az oldalon, miért fontos, illetve miért jó, hogy van egy mentorod. Szia! Én Rózsa vagyok, Gergi vagyok, TikTok marketing szakértő, illetve online képzéseket tanítók értékesítek, és el szeretném neked mesélni az én rövid történetemet. Én honnan indultam, és milyen egy jó mentor, nekem milyen mentoraim voltak, és miért legyen neked is egy olyan mentor, akire fel tudsz Nézni. Köszönöm, hogy engem választottál, remélem rengeteg hasznos információ fog neked szolgálni. Na de kezdjünk is bele a mai videóba! Milyen egy jó mentor? Nem csak akkor lehet rá számítani, amikor minden happy. Ugyan olyan, mint egy igaz barát. Hidd el, akiről azt hiszed, hogy most az igaz barátod, mert most minden megy, megy a szekér, jó játszasz, sikeres vagy, amikor igazán nagy bajba leszel, amikor nem úgy mennek a dolgaid, anyagi gondjaid lesznek, magad alatt vagy, nem jól játszasz, akkor fog igazán kiderülni az, hogy ki valóban az igaz barátod. Mert nagyon sok, és vigyázz, nagyon sok érdekember van, én nem megijeszteni, hanem szeretnélek felkészíteni, hogy ezzel számolj. Tudom, most ha megkérdezném, hány igaz barátod van, azt mondanád, hogy 40, amikor bajban vagy, hidd el, habból 5-10 marad, már lehet, sokat mondtam. A tudása mellett átadja a mentalitását is. Nagyon fontos, a tudás ideig óráig elég. Folyamatosan kell újakat tanulnod, de átragad a mentalitás, hogy ő mikor kell, ő miket csinál, az ő szokásai, az ő jó dolgai, akkor ezt magaddal tudod vinni, és a mentorprogram elvégzése után, és mindig szeretnél többet, új dolgokat tanulni, magaddal fogod vinni, hogy ő hogyan gondolkozik, hogy lehet 1 forintból 10 csinálni, 10 forintból 100 milliót, hogy lehet csinálni KFT-céget, és így tovább. A mentalitás, a hozzáállás, a kitartás, a motiváció néha sokkal fontosabb, mint az, hogy mennyi pénz áll a rendelkezésedre. Ugyanaz, mint a sportban, a tehetség ideig, óráig elég. Ha nincs meg kitartásod, a zalázatod, a munkabírásod, egy idő után el fog melletted menni a világ. Szigorú, de kellően laza és humoros. Azért nagyon fontos ez, mivel ez egy mentorprogram általában több hónap, és nagyon fontos a kölcsönös szimpátia, és ne úgy tekintsen erre, hogy mint a katonaságban, hogy kell föl, csinálj ezt, vegyél levegőt, lesz, hanem élvezze, a mentor is legyen kicsit felszavarult hangulatba, de Na, nagyon fontos, ne essen át a ló túloldalára, de szerintem a humor minden kapcsolatban nagyon fontos. Jobban örül a te sikereinek, mint a sajátjának. Ez szerintem nagyon fontos, egyrészt a mentornak azért jó, hogy te sikeres vagy, mert számára ez a legjobb marketing. Én nem tudom elmagyarázni szavakkal, hogy mennyire jó eső érzés kapni egy olyan e-mailt, üzenetet, hogy Gergő, köszönöm a videóidat, ezzel kerestem pénzt, rengeteg tudást kaptam tőled, felnézek rád, és ha már egy embernek az életén tudtál segíteni, már bőven elvégezted a dolgot. Ha minden ember csak egy emberen segítene, sokkal jobb világban élnénk mindig elérhető, napi 24 órában tudsz neki írni, nyilván nem azt mondom, hogy éjfélkül meg a Balaton számon közepén, ha nekem írnak, írnak, az én mentorátjaim, egyből fog neki válaszolni, de nap folyamán írnak, mindenképpen fogok rájuk válaszolni, mivel nekik mindig kell segítség, mindig lesznek kérdései, és tudom, az mennyire fontos, főleg az elején a támogatás. Annyira, ok annyira okos, hogy amikor beszélsz vele, hülyének érzed magad, ez picit furcsa mondat, de amikor én beszélek az én mentoraimmal, én most azt hiszem magamról, hogy mennyire okos vagyok, Gergő, mindent tudsz, de amikor ő beszél egy adott témáról, sokkal jobban kifejti, sokkal jobb példákat hoz, és azt érzem, hogy úristen, mennyire okos, én ezeket nem is tudtam. Az a lényeg, hogy tanulj tőle és vidd magaddal ezt a tudást. Mindent is tud, ha nem, nem azt mondja, hogy nem tudja, hanem megkeresi rá a megoldást. Megoldás, fókusz. Mindenre van megoldás, keresni kell. Ha nem egyből fog neki beugrani, te meg fogja oldani. Ahelyett, hogy azt mondaná, hogy nem. Nyilván könnyebb lenne azt mondani, hogy nem, nem foglalkozok vele, mint időt tenni bele, gondolkozni rajta, mert az az idejére fog kerülni. <coughs> számonkér, ellenőrizz, javít. Nagyon fontos a számonkér, és higgyétek el, egy jó mentor az, akit már az elején picit nem fogtok kedvelni, mivel folyamatosan ír, számon kér, csináld, motivál, mert ha nem fog valaki nyüstölni, akkor bele fogsz ülepedni szépen a sárba, meg fogsz állni, nem leszel motivált. Tudom, tök jó, amikor új dolgot kezdesz, de általában egy hónap után, amikor látod, mennyi munka van benne, nincs még siker sikerélményed, akkor a hozzáállásod, meg az akaratod, a motivációd picit le fog esni, ezért kell mindig az, hogy valaki nyüstöljön. Miért fontos egy mentor, egy mentor program? ezt az utat már végigjárta, így nem fogja azokat a hibákat veled megosztani, amit ő elkövetett. Lépésről lépése fog vinni az úton. Tudja ezt, hogy ebből a lépésből ez következik, ebből ez következik azért, mert hogy ne felejtsd el, mindig lesz nálad okosabb ember. Olyan sose lesz, hogy te mindent tudsz. Mindenkinél van egy okosabb személy. Mindenkinek vannak, hidd el, nekem is nehéz időszakai, úgyhogy nekem rengeteg mentoráltam van. Most engem először látsz, azt jelenti, hogy nekem mindig happy, mindig jó, mindig boldog vagyok, minden napom tök jó. De nem, hidd el, minden embernek van az életében olyan nehéz időszak, hogy feladná, elmegy a kedve, kifogy az ötletekből, maga alatt van, akkor nagyon fontos, hogy olyan mentor, aki ilyenkor felemel, átkarol, megért, támogat, hogy visszatereljen téged a jó útra. Mindenkinek a feje felett összecsapnak a felők. amikor már picit megerősödt több bevételed van, akkor kell, kell figyelni könyvelésre, el kell küldeni ezt ide, neki kell válaszolni, és rengeteg minden van a fejedben, és össze, azt tudod, hogy merre menjél, ezért is jó a mentor. Megnyugtat, mondja azt, hogy Gergő, vegyél mély levegőt, menjen nyaralni, gyere haza, és új, új erővel kezd neki a munkának. Mindig folyamatosan jönnek ki az új dolgok. Elvégzel egy mentorprogramot, tök jó. Az a mentor, akit től tanultál januárban, lehet a következő évben már ő is sokkal többet tud, vagy másik mentor, mivel ahogy az idő megy előre, jönnek ki az új dolgok, mindenki tanul új dolgokat. Hidd el, nem lehetünk mindenbe expertek, nem is szabad, ez az én hibám, én mindenből a világ legjobbja akarok lenni, videóvágás, szövegírás, beszéd, mindenből, de lehetetlen. Egy idő után meg kell tanulnod kiszervezni a dolgokat, ez pont annyira kell értened, hogy amikor valamit kiszervezel, pontosan tudd az, hogy mit, hogyan kell csinálniuk, mert ha nem tudod, akkor csak a pénzedet fogják elvinni, és nem tudod megindokolni azt, hogy valami nem jól működik. Na de ki volt az én első mentorom? Az nem más, pedig Kárdos Lucián, itt beladtam is az e-mailt. Először 2021. január 4-én kezdtünk el beszélni, miután megvettem a tanfolyamját, és minden innen indult. Ez kevesebb, mint kb. másfél éve volt, és most hol tartok ahhoz képest, ahonnan indultam amint találkoztam vele, két-három hónap után már online pénzt kerestem. Tudom, ezt nehéz elinni, és számomra is elképesztő, hogy az elmúlt másfél-két évben velem milyen dolgok történtek, de minden ettől az e-mailtől indult. Ahogy látod, 2021. január 4-én én küldtem neki egy e-mailt. Ekkor még fogalmam nem volt arról, hogy hogy lehet pénzt csinálni, mi az a marketing, esélyem sem volt, nem hogy milliókat, 5000 forintot keresni online, csak abba hittem, akkor mindent embert át kell verni, lehetetlen, csak fizikai munkával lehet pénzt keresni, tehát fogalmam nem volt arról mit, merre menjek. Megvettem a tanfolyamját, és onnan indult minden, majd a képzésbe, a Facebook csoportjába, a személyiségébe, a videóiba egyszerűen szerelmes lettem, és többet akartam tudni róla, szerettem volna tőle tanulni. Egyszerűen az ember annyira megnyert magának, hogy mindent akartam tőle átvenni, hogy magammal tudjam ezt vinni. Akkor még kézlabdáztam, és az összes pénzemet összeszedtem, ami ebbe a mentor programba került. Ha többet kért volna, azt is megadtam volna, sőt a mai feljel a 28 millió szor is többet fizettem volna neki, mivel ő volt az első ember, aki nekem megadta a bizalmat, a kezdőlök, és ha vele találkoztam volna, még mindig a kézlabda pályán lennék, és esélyem sem lenne más onnan pénzt keresni. A rákövetkező hónapokra valódi képességre tettem szert, ami a mai világban nagyon ki fizetődő skilleket, ki jött a képzésem, ki jött még egy képzésem, workshopokat tartottam, online előadásokat tartottam, Youtube csatorna, Facebook, Insta, szövegi írás, e-mail marketing, feljöttem Budapestre, rengeteg minőségi embert ismertem meg, megtanultam picitál jobban kommunikálni, rám ragadt a tudásom, hogy folyamatosan tanulok, könyveket olvasok, képzésre járok, és még sorolhatnám. Tényleg az volt az én életemben a változó pont, amikor teljesen más irányba indultam el. Eltelt egy év, folyamatosan növekedtem, bevételem jöttek az új dolgok, Ö, én azt hittem, mindyen király vagyok, mindent lehet sokkal jobban csinálni, ne feledd, a sikernek nincsen határa. Meg kell tanulnod egy idő után, hogyan tudsz egy adott vállalkozásból több ágon pénzt keresni, vagy ugyanabból még több pénzt elkérni. Nekem nyár elejött a pillanat, amikor úgy éreztem, elfogytam az én tudásom, ennyi volt, egyszerűen magamtól már nem tudok jobb lenni. Kellett egy olyan személy, aki új tanít nekem, új dolgokat, új irányt ad, és akartam tanulni, mert úgy éreztem, én ott abban a pillanatban elfogytam, kiégtem. Ekkor jött velem szembe ez a forma, lassú Henry, egy szó, amikor vele beszélek, azt érzem, hogy én alfabéta vagyok, és amit eddig csináltam, az teljes mértékben szörnyű. Ő annyira okos, annyira penge, hogy ezt nem is tudom, milyen jól fogalom erre. Én most ez a videó fő célja nem az, hogy őt hype pedig egy videót kéne róla csinálnom, mert Csáva annyira penge, hogy ezt szavakban nem lehet elmondani. Az első hívás alatt jöttem rá arra, kevesebb mint fél óra után, hogy Úristen, mennyire okos, és én még ettől milyen messze vagyok nyilván. Az összehasonlítás nem valami pontos, mivel ő sokkal több éve csinálja ezt, azt hiszem 7 éve csinálja, én meg másfél, tehát nem jó ezt összehasonlítani, de kaptam egy, egy hogyan, egy utat, hogy Úristen, én is ennyi minden szeretnék tudni. Ezért jó egy mentor. Mit tanultam tőle? Szövegírás, hogyan kell a célközönséghoz beszélni, kikhez hogyan szólítunk, nem csak a tökéletes vevőnek lehet eladni, Facebook hirdetés, skálázás, optimalizáció, e-mail marketing kampányok, ezer millió dolgot tanultam tőle, de lényeg az, azt kaptam tőle, hogy mindent lehet sokkal jobban csinálni, de ezt a következő dián majd meg fogjátok érteni. Ugye a matek pedig minél több a tudásod, minél többet tudsz, te is annál drágábban tudod eladni a termékedet, a szolgáltatásodat. Minél többet tudsz, több a tudásod, sokkal ügyesebb leszel, sokkal jobb eredményeket fogsz elérni. Én, amikor kijönnek az én kurzuslancsaim, két millió forintot csináltam kb. az elején, mondom, Úristen, mekkora Isten király vagyok, én császár vagyok, én ebben a világban a legjobb ügyes vagyok. Azt a rákát jön, amikor a srác megmutatta az ő Stripe kivonatát, vagy megmutatta azt, hogy ő mennyit csinál, le voltam sokkolódva, hogy na ez, ez az az, ahová én el szeretnék jutni, és nem voltam tisztában azzal, hogy mindent is lehet sokkal jobban csinálni, és mindig lehet jobb eredményeket elérni. Ezért fontos tanulni, mentorokat keresni, továbbképezni magad, mert mindent lehet ügyesebben, idiotékonyabban, profibban, automatikusabban csinálni. Ha mondjuk tegyük fel az eddig a szolgáltatásod 200 ezer forint volt, befektetsz egy mentorprogramba, legyen 500 ezer forint, akkor mivel rengeteg tudást hozol onnan, tőle, megtanít mindenre, az belépíted a te saját portfóliódba, szkíjeidbe, a programodba, így ezáltal a te szolgáltatásod is nőni fog, és sokkal drágábban többet tudsz majd értékesíteni. És a befektetésed 39-szer jobban meg fogja érni az árát. Hidd el nekem, ez így van, tudom, azt mondanám, hogy 500 forint nagyon sok pénz, de hidd el, három hónapon belül, sőt éveken belül 20 szorosát fogod keresni. A tanulásra, a fejlődésre soha ne sajnáld a pénzt, mert a tudás az az egyetlen dolog, amit soha nem tudnak tőled elvenni. Ezért mindig tanulj, Képezd magad, olvas, a tudás hatalom. Ennyi volt már a videó, remélem tetszett, ezért fontos, hogy legyen egy mentorod. Ha szeretnéd, hogy én legyek a mentorod felépíteni az online tanfolyamokat, TikTok marketinget, mindenféleképpen foglalj egy díjmentes hívást a videó alatti leírásban. Alig várom, hogy beszéljünk, keres magadnak egy mentor, tanulj tőle, és így sokkal ügyesebb leszel és jobb leszel. Hamarosan találkozunk a következő videóba, kövess be a csatornámat hasonló tartalmakért, béke!